eredményeinek rossz. Az előretett labda Zvara, Bényei, aztán javítani tud, Zvarától elpattant, és ez elég volt, hogy elveszítse. Ezzel pedig fordulhat Cseke. Jön a beadás középre Krnács, Bényei veszi merre, és teszi tovább. Holdanflő távolról gól! 2-0 Holdanf Gergő lövése. Érzésem szerint megpattan, de hát teljesen mindegy. Lőni kell messziről, ez a szituáció is bizonyítja, mert hogy Krnács megmerett, megdermett, és a labda védhetetlenül vágódott a Békés Csabai hálóba. 75. perc, bő negyed órával járunk a találkozó vége előtt, és Holdanf Gergő növeli a Diósgyőr vezetését itt Békés Csabán. 2-0 most már ezzel.